járási könyvtárhoz 33 fiók könyvtár tartozik, az utóbbi években pár könyvtár kiválott közülünk, mivel ilyen területi képviseletekre oszlottak, oszlanak, vagy ez folyamatban van mindig a járásban. 14 könyvtár magyar Lakta terület településeken van, úgyhogy magyar embereket szolgálunk ki, és négy, aki szlovák. Sajnos a magyar könyveket csak a az olvasóktól, akik felajánlják, nagyon sokan kiutaznak külföldre, és akkor jelzik, hogy szeretnék nekünk adni könyvtárállományukat, vagy pedig a márai programon keresztül juthatunk hozzá. Ez elég nagy probléma, mert sok olyan könyvet, ami új könyvek, nem tudunk egyszerűen megszerezni. Hát az is probléma, hogy a fiatalok most már nem szeretnek annyira olvasni, ők jobban hozzájutnak, elektromos könyvekre letöltik maguknak, ami, ami szintén nem nagyon jó dolog. Van négy technikai kompjúterünk, aki az olvasók rendelkezésére áll. Nagyon szívesen jönnek a gyerekek, mivel már sajnos ez az ő világuk, a kompjútervilága. Most különösen, hogy szabadság van, szívesen eljönnek ide, és itt vannak a könyvtárban, foglalkozásokat rendezünk számukra, kézműves foglalkozásokat, részt vettünk az iskolával, most fejeződik a mai napon az iskolába a nyári táborozás, együtt rendeztünk programokat, úgyhogy mi is részt veszünk benne, vagy mi megyünk oda, vagy a gyerekeket hozzák a tanárok, évközben is nyílt órákat vezetnek le közösen. Mindenféle rendezvényeket vezetünk, ukrán és magyar vonatkozású rendezvényeket. Segítenek ezek a rendezvények a helyi magyarságnak az összefogásában? Igen, segítenek. Hát ha már csak annyiba is, hogy eljönnek az, az emberek, és itt elbeszélgetnek, találkoznak, elmondják gondjaikat, baja, bajaikat, már akkor könnyebb könnyebb a, 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 a rosszat is, vagy a, vagy a jót.